Már csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Ha Ildikó, az ATV főmunkatársa. Kezdjük csókolom, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok, Péter, és minden kedves nézőnek. Kedves Ildikó, önnek nyilatkozott a külügy és külgazdasági miniszter először arról, hogy mi történik tulajdonképpen. Mit tud erről idézni? Hogy mi fog történni, azt konkrétan nem árulta el Szijjártó Péter. Önnek sem? Nem. Nyilván nem ő volt erre felhatalmazva, nem tudom, hogy a kormány kommunikáció hogyan beszélte meg előtte. A lényeg, hogy egy sajtótájékoztatót tartott egészen más témában Szijjártó Péter, és nyilván miután egyetlen kormányzati szereplő sem szólalt meg David Pressman szerdai sajtótájékoztatója után, pedig ugye rendkívüli bejelentést tett, ezért megragadtuk az alkalmat, és megkérdeztem arról, hogy kommentálja David Pressman bejelentését, illetve, hogy magyar részről tagok voltunk a Nemzetközi Beruházási Bankban, ugye e körül forgott minden közkeletű nevénként bank, kilép-e Magyarország is, hiszen az összes közép-kelet-európai tagország már kilépett. Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia a céldátumot jelölte meg. David Pressman elmondta, hogy előtte már több alkalommal jelezték a kormánynak, hogy biztonsági kockázatot jelenthet ez a kémbank. Nem reagált rá a magyar kormány. Most Szijjártó Péter sajtótájékoztatója után először egy kiszivárgott információként megjelent a hír, hogy kilépünk, aztán pedig a hivatalos bejelentés is Nagymáton tárcája részéről, bár ő tárca nélküli miniszter, de a részükről megjelent Nagymáton képviselte többek között Magyarországot ennek a banknak a kormányzó tanácsában. Értem. Ami elég érdekes, hogy ilyen rövid idő alatt ez megtörtént. Gondolom, erről már előtte is döntés születhetett, tehát nem a sajtótájékoztató, nem a 9 perces sajtótájékoztató egyenes következménye ez. Ja, nem erre gondoltam, persze erre céloztam az előbb, Péter, hogy nyilván megvolt a forgatókönyv arra, hogy hogyan hozzák nyilvánosságra a reakciót, illetve a kilépés tényét. Arra gondoltam, hogy ugye hosszú idő eltelt azóta, hogy megjelentek azok a hírek, hogy az amerikai részről ezt nehezményezik, illetve a kémbank, mint olyan, ez a elnevezés ilyen közkeletűvé vált. Értem. Kevés műsorvezetőnek adatik meg, hogy péntek reggel önnel kezdje a napot. Így aztán fel is teszem a kérdést, hogy tulajdonképpen, hogyha ezt a hetet egy tőmondatba össze kéne foglalja, akkor mi az a történet, ami jellemzi ezt a hetet? A múlt hétvégéről itt maradt amerikai nagykövetnek a erősen macskakörömbe tett széder vacsorája, ami se nem volt kóser, sem a diplomáciai etiketnek nem felelt meg, vagy a kémbank sztoria, vagy valami, amiről csak ön tud. Péter, azt mondanám, hogy befagyott magyar-amerikai kapcsolatok, vagy fagypont. Ez enyhült ezzel. Feltételezhetően a magyar kormánynak nyilván sokkal több információja volt és van arról, hogy az amerikai adminisztráció milyen lépéseket helyezett esetleg még kilátásba, vagy milyen bejelentéseket, hogy arra az esetre, ha a magyar kormány nem reagál ilyen gyorsan, lényegében 24 órán belül David Pressmannak a bejelentésére, és azt tudhatjuk, hogy mégpedig Boros Imre nyilatkozatából, aki szintén tagja volt ennek a MBB-nek, a Nemzetközi Beruházási Banknak a hivatalos nevén, hogy szövetségesnek tekintették egymást. Tehát azt gondolom, hogy ez egy olyan meglepő állítás vagy megfogalmazás volt a Hír TV-ben Boros Imre részéről, amin nagyon sokan elgondolkodtak.
azzal, hogy szankciós, hivatalosan is amerikai szankciós listára került maga a bank is, és a banknak a három vezetője, köztük a magyar alelnök, az egy nagyon erős jelzés volt a magyar kormány felé. Arról is, hogy akár ugye a találgatások, mert a Pressman bejelentés előtt meg íródtak, illetve elhangzottak, hogy a 14-es kitiltási listához hasonló intézkedést hozhat az amerikai kormány, valószínűleg a magyar kormány mérlegelte vagy felmérte, hogy mik azok a következő lépések, amiknek a hatására enyhülhet ez a nyomás amerikai részről, bár Szijjártó miniszter úr azt mondta, hangsúlyosan a kérdésemre válaszolva, hogy Magyarország, ez a nevünk, ez egy ország, és kéretik nem gyarmatként tekinteni rá, és semmilyen nyomásgyakorlás nem fogad el a magyar kormány, legyen az plakátkampány, ez ugye az amerikaiak által is támogatott plakátkampányra, a Ruszkik hazára vonatkozott, illetve hetsz kampányra, a Gyöngyösi Márton meghívásáról nekem az arra véleményem, mire? Igen, hogy azt a listázós beszédét lényegében hihetetlen elfelejteni, a bocsánatkérés megtörtént nagyon helyesen és hihetetlenül későn. Ildikó, utolsó mondatunk mára. Egy újságírónak a legnagyobb elismerés szerintem nem, hogyha díjakat adnak, hanem hogyha egy felsőoktatási intézményben időnként meghívják és előadást tart. Így úgy most már megvan a bumaska, az elismerés arról mindenfelől, hogy ön a legjobbak között van. Ön szerint... Itt ne esünk túlzásokban. Ön szerint... Maradjunk tényszerűek. A világ szeme ezt a sajtótájékoztatót várta. Nekem közel 5 megbízásom volt, hogy erről tudósítsak. Természetesen el sem mentem, mert meg volt rá az okom, hogy nem menjek el. Péter, miért sem mentél? És a vége egy lufi lett, hisz ez alatt a 9 perc alatt szerencsétlen kollégáim, akik ott órákat vártak, majdnem, hogy megmotozták őket, hogy nem vittek-e valami bombát oda, de hát a bomba nem történt meg, tudnélik ez a bejelentés, ezt akár egy közleménybe is elmondhatta volna nagykövet úr. Ön szerint, mint szakember szerint, nem volt ennek nagyobb a füstje, mint a tartalma? Nem, ha az amerikai-magyar konfliktusos nyilatkozatokat, a nyilatkozatháborút, illetve a rendkívüli befagyott kapcsolatokat nézzük, tehát ha kinyitjuk egy picit a fókuszt, akkor azt gondolom, hogy az előzmények, a felkonferálás az nem volt túlzó, és nem tudhatjuk, hogy mi volt még a tarsolyban. Fagyás után jön az enyhülés, és utána a nyár. Legyen nagyon szép hétvégé, és nagyon köszönöm, hogy velünk ezt a hétvégét. Csuha Ildikót, az ATV főmunkatársát látták és hallották, és már is megyünk tovább, tartsanak velünk!